Családonként mehettek be az átvevő helyiségekbe az élelmiszeradományokra jogosultak. A dobozokban intervenciós gabonatermékek, vagyis orsótészta, puszedli, C-vitamin, illetve vaníliás italporok voltak elhelyezve. Az adományozás a székesfehérvári Lungodrom és az Alba Caritas Hungarica ötlete volt. A két szervezet közös erővel kutatta fel a városban élő nehéz sorsú családokat. Megkerestünk szegény családokat itt a városban, és jegyzeteltük a neveket, majd ezt továbbítottuk a Caritas felé, és így osszuk a csomagokat. Az élelmiszerek kiutalását egyébként központilag végzi a Katolikus Caritas állami segélyszervezete, mondja Nagy Lajosné, az Alba Caritas Hungarica alapítvány igazgatója. Ez állami felajánlás, tehát van ennek értéke, a Caritasnak is pénzébe kerül, az országos Caritas is sok pénzt költ ennek a programnak a lebonyolítására. Itt hatalmas mennyiségekről van szó, itt egy-egy család 20 kiló tésztát tud kapni, másfél kiló puszedlit, azt hiszem 2 kiló vaníliás italport és 2 doboz C-vitamint. Ezt itt központilag dolgozzák ki igazán, hogy milyen mennyiséget kell nekünk szétosztani. A szerdai adományosztáson a szervezők megerősítették, hogy a jövőben is azon dolgoznak majd, hogy minél több nehéz körülmények között élő családon tudjanak segíteni.